Kedves nézőink, szombaton tartották meg Padragkúton a hagyományos közösségi disznóvágást, most erről számolunk be önöknek. József, kérdezzem, hogy mekkora disznó esett áldozatul itt a disznóvágáson? Hát olyan 130-140 kilóra satszoltuk a disznó súlyát, meg nem értük. Itt ez egy jó dolog, hogy na te szerinted mennyi, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez körülbelül ekkora disznó, coca. És mi történt a disznóvágás után, hogy sikerült feldolgozni a húsokat? Szerintem nagyon jó sikerült, mint ahogyan régen is szokták a parasztemberek, azt a hagyományt őrizve folytatjuk mi ezt. Régen sógor, koma jó barát, mi inkább jó barátok vagyunk, különböző kluboknak a tagjai, vagyis hát itt mind retro klubosok vagyunk, és akkor mi ezt vállaltuk most már többedik éve, hogy ezt a disznót mi szépen elrendezzük itt. És annak rendje módja szerint az öléstől elkezdve pörzsölés, mosás, földarabolás, szortírozás, kövesztés, mint ahogy régen is szokták. És milyen ételek készültek belőle? Ugye mi fiúk inkább a disznó feldarabolásával foglalkozunk, meg a hurka kolbász töltése az asszonyok, meg úgy tudom, hogy húsokat sütnek, akkor készül toroskáposzta, dinsztörkáposzta, nagyon finom leves készül, hát a toros levesnél szerintem finomabb nincs is, de hát nem sokára fény derül rá, majd meg fogjuk kóstolni. És az, hogy valaki jól vágja a disznót, vagy jól dolgozik a húsokkal, az évek rutinjának köszönhető, vagy esetleg van valami speciális dolog, amit lehet tanulni, vagy tanítani a fiatalabbaknak? Hát mi nagyon szívesen tanítanánk a fiatalabbakat is, de hát mi meglettkorúak vagyunk itt, nem nagyon folynak be ebbe, de biztos kell ehhez tapasztalat is, amit mi a szüleinktől, nagyszüleinktől eltanultuk, meg hát minden évben egy-két disznót feldolgozunk, van tapasztalatunk, rutinunk, tehát nem dolgozunk fel annyit, hogy esetleg unalmassá váljon, nekünk minden disznóvágás élmény. És disznóvágás közben ugye a Mártonnapot éppen elhagyva az új borokat hozzákóstolgatjuk a finomságokhoz. Ezek a tradicionális padragi borok, vagy esetleg somlói borok is kóstolásra kerülnek? Hát leginkább csékúti borokat kóstolgatunk, meg az itteni gazdáknak van szőci bor is benn, van egy másik fajta bor is, de zömében helybeli borokat házasítjuk össze a helybeli cocával. És a délutáni programokról esetleg tudna mondani egy pár szót? Igen, most ez egy kicsit másképp alakult ez a disznóvágás, mert ilyen zártabb körület, tehát ma történt a disznóvágás, elkészülnek a dolgok, amit disznóvágáskor szoktak, a toros dolgok, és délután folyamán elfogyasztjuk. Meg lesz tombolasorsolás, tehát azok a dolgok, amik nem szükségeltetnek ahhoz, például kocsonyafőzés, ugye, az nem fér bele, azokat tombolán ki fogjuk sorsolni, és akinek szerencséje lesz, haza is tud belőle vinni. Információim szerint ez már a sokadik alkalom volt, amikor így disznót vágtak. Jövőre is elképzelhető, hogy önök jönnek és böllérkednek? Elképzelhető. Én csak azt tudom mondani, hogy harmadik, negyedik évben van ez, tehát már tradicionálisan rendezzük ezt meg. Zömében mi veszünk benne részt, hogy a jövő mit fog hozni, azt ugye én nem tudom. De én nagyon remélem, hogy ez hagyományteremtő, és akkor ez folytatódik, legalábbis a mi részünkről. Szerintem, hogyha többieket is megkérdezzük, mi bánt vagyunk ebbe a dologba.